Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kiskörös Televízió híradóját látják 2022. október 6-án csütörtökön, pontban 19 órakor. Nézzük mai legfontosabb híreinket! A Petőfi 200 emlékév alkalmából két új mesét készített a Kecskeméti Rajzfilm stúdió. Magyar és kínai nyelven hallhatjuk majd Petőfi leghíresebb költeményeit a versautomata által. Körös Kupa nemzetközi labdarúgó bajnokságot rendeztek. A Petőfi 200 emlékév alkalmából két új mesét készítette a Kecskeméti Rajzfilm stúdió, a Kecskemét Film Kft. A Csonkatorony és a Gólyacsősz című rajzfilmeket, melyek Solcent Imre és Izsák településekhez kapcsolódnak, október 5-én mutatták be Kecskeméten. A Petőfi 200 emlékévhez kapcsolódóan már eddig is közel 150 program valósult meg, azonban most egy újabb különleges eseményre került sor. Október 5-én bemutatták Kecskeméten a Csonkatorony és a Gólyacsősz című két új rajzfilmet, amit a Kecskeméti Rajzfilm stúdió a Kecskemét Film Kft. Készített Bács-Kiskun megye értékeiről. A stúdió legújabb produkciói Lugosi István rendezésében készültek el. Fontos szempontnak tartottam a mesék kiválasztása közben, hogy ezt a lokális identitás kérdést ápoljuk ezekkel a mesékkel. Tehát fontosnak tartottam, hogy két olyan mesét válasszunk ki, ami Bács-Kiskun megyei települések eredet történetével foglalkozik. Azért választottam ezt a két mesét a Meseföld című könyvből, mert talán ezzel tudjuk lefedni leginkább a célközönségünknek a skáláját, tehát a Gólyacsősz készült talán a legkisebbeknek a célközönség soraiból, a Csonkatorony pedig a legidősebbeknek. Annál nagyobb drámát talán a többi epizódban sem tudnék elképzelni. A rövid, 3 perces animációk a 2021-ben megjelent Meseföld című gyerekeknek szóló mesegyűjtemény két történetének rajzfilmes adaptációi. A könyv írója Császár Levente a Bács-Kiskun megye településein közszájon forgó legendák, anekdóták, mesék felhasználásával készítette el a gyűjteményt, mely a Kecskeméti Katona József Múzeum néprajzi osztályának lektorálásával került kiadásra. A Csonkatorony című mese Szent Imre herceg szerencsétlen halála kapcsán Solcent Imre településéhez kapcsolódik. A védőszent hiába szólt az égieknél a népe érdekében. Ő sem akadályozhatta meg, hogy a török megszállja a vidéket. Jött a pogány, feltartóztathatatlanul. Annyian voltak, mint a varjak az őszi szántáson. A Szent Imreiek elmenekültek a nátosba. Menekültünk, ahogy csak a lábunk bírta. Kérleltem a papot, hogy jöjjön ő is velünk, de az atya csak ellenkezett. Öreg vagyok én már, ez a templom az otthonom, én biz el nem hagyom. Azzal nekiállt egymagában misézni. A Gólyacsősz című mese pedig az Izsákváros címerében szereplő Gólyához, közvetve Izsák Bék kalandos történetéhez kapcsolódik. No! Az üstökötet! Sínbe tesszük a törött szárnyát. Egy ideig nem fog repülni. Addig majd velünk marad és vigyázok rá. És hol fog lakni? Hát a házban. Na, még csak az kéne. Nem hagyhatjuk magára, ha már egyszer megmentettük az életét. Csúnya dolog volna. Na, jól van. Jó szíved van, kis Gólyacsősz. A két elbeszélés alapján elkészült rajzfilmek a hit, a bizalom, a segítőkészség, az emberbaráti szeretet, illetve a soha meg nem alkuvás erényeit állítják középpontba, melyek az érintett települések Bács-Kiskun megye lakosságán túl az egész magyar társadalom számára hasznosak lehetnek. A KSZ Kiskörösi Vattai Technikum és Kollégium egyik oktatója és 3 diákja programozta azt a Petőfi versautomatát, melyet október 14-én délután 16:30-kor tekinthet meg először a nagy közönség a Petőfi Ünnep kulturális rendezvénysorozat keretén belül. Október 14-e és 16-a között számos fejlesztés és újdonság lesz látható Kiskörösön.
Az egyik ilyen új installáció a versautomata, amely Petőfi Sándor legismertebb költeményeit tartalmazza. A kiskörösi Petőfi ünnep alkalmával bárki megcsodálhatja és ki is próbálhatja október 14-től a műfordítói szoborparknál elhelyezésre kerülő különlegességet. Megkeresett egy kedves ismerősöm, Matosik Ferenc, akinek volt egy ötlete, hogy érdemes lenne egy Petőfi versautomatát itt Kiskörösön létrehozni, és hát hozott egy konkrét tervet ilyen fából készült állványokkal, egyedi fejlesztéssel, tényleg egy ilyen különlegességnek tűnt. De hát akkor még azért, hogy mi se rendelkeztünk olyan akár helyi, akár országos kapcsolatokkal, ahol erre forrásokat is, illetve kivitelezőt sikerülne találni, és ezért egy darabig ez úgy a fiókba lapult. Az évek múltán a technika fejlődésével az idei évben már minden adott volt az ötlet megvalósításához. A többnyelvű versautomata műszaki fejlesztésével, tervezésével és kivitelezésével kapcsolatban a KSC Kiskörösi Vattai Technikum és Kollégiumot keresték fel. 2020 őszén jött hozzánk a megkeresés, hogy kellene nekünk egy ilyen versautomatát valahogy összeeszkábálnunk. Az első verzióban még az volt, hogy ezt teljes egészében mi fogjuk kivitelezni, aztán rájöttünk, hogy anyagilag is és időben is gyorsabb lenne, úgyhogyha félkész terméket vásárol, szerez be az önkormányzat. Ennek segítségére volt Bobek Viktor rendszergazda kollégánk, és gyakorlatilag elég hamar, szűk fél éven belül a beszerzésen keresztül meg is jött az eszköz. Az eszközbeszerzést követően Polerecki Mihály és csapata neki is látott a program fejlesztésének. Tordi Patrik, Straka Mihály és Szeg Zsolt segítségével még szakkörön keresztül elkezdtük ennek a programnak a fejlesztését. Több verzió is készült, és mire megérkezett az eszköz, már volt egy kipróbálható programunk is, amit itt a tanműhelyben a DKA keretein belül próbálgattunk és tesztelgettünk, és tovább fejleszgettük a szakkörön keresztül természetesen. Majd a pandémia miatt sajnos egy éven keresztül elhúzódott ennek a terméknek a eszköznek a bemutatása, bocsánat. Bemutatás előtt megint csak nekiálltunk a srácokkal azért egy picikét tesztelgetni, próbálgatni, hogy mi volt, és az egészet gyakorlatilag új dizájnra helyeztük. Polerecki Mihály elmondta, hogy a program nagy részét a diákok készítették el. Az automatából magyar és kínai nyelven szólnak a versek, de a programot úgy csinálták meg, hogy a későbbiekben bármilyen nyelvvel bővíthető legyen. Az új készülék működését Polerecki Mihály mutatta be. Amint látjátok, alapfunkciókkal rendelkezünk, hogy mindenki kényelmesen és egyszerűen tudja használni. Fölnagyítottuk, amennyire csak lehet, hogy mindenki, még akár a rosszulátók is tudják használni. Fölül láthattok 4 zászlót. Ha valamelyiket kiválasztjátok, akkor azon a nyelven meg is lennek a most jelenlévő versek. Ezeket később természetesen lehet még bővíteni. Bármelyik verset kiválasztjuk, mondjuk ezt a verset, akkor már is az alapfunkció gombok már működésbe is lépnek, és hogyha elindítok egy ilyen verset, akkor alapból elindul majd ez a vers. Ezt nyilván be lehet állítani egy pillanatra, mint akármilyen tetszőleges lejátszóprogramban, vagy teljesen meg is állíthatjuk, és egy következőre adunk, ahogy nekünk rokon szemves, és válogathatunk közöttük. Tehát a kezelése meglehetősen egyszerű, hogy mindenki kényekedvére hallgathassa Petőfit. A 2022-es népszámlálás október elejétől november végéig tart. Az első szakaszban október 1-től 16-ig mindenkinek lehetősége van online kitölteni a kérdőívet. Bár a nemzetiségre vonatkozó kérdésekre a válaszadás nem kötelező, a német származású és érzelmű kiskörösieket arra kéri a német nemzetiségi önkormányzat, hogy vallják meg kötődésüket. A népszámlálás során a legtöbb kérdésre kötelező válaszolni, de vannak témák, amelyekre a válaszadás önkéntes. Ilyenek például a nemzetiségi hovatartozásra vonatkozó kérdések. Mindenki maga döntheti el, kíván-e felelni ezekre a kérdésekre. Ugyanakkor több szempontból is rendkívül fontos, hogy a kitöltés során ezekre a kérdésekre is válaszoljunk. Nekünk azért fontos ez a mostani népszámlálás, mert van egy limit, ami alá nem mehet egy településen a nemzetiségi lakosok száma ahhoz, hogy a nemzetiségi önkormányzat működhessen, és hát nálunk nyilván a szlovákok vannak sokkal nagyobb többségben, mint a németek, és nekünk ezért lenne nagyon fontos, hogy mindenki, aki Császártöltésről, Soltvadkeltről, Soltról, Hartáról ide költözött és itt él, az továbbra is német nemzetiségűnek vallja magát, hogy maradhasson a német nemzetiségi önkormányzat. A népszámlálása a német nemzetiségi közösség szempontjából kiemelkedő jelentőségű,
hiszen a nemzetiségi önkormányzati rendszer alapjait veti meg, mivel 2024-ben többek között akkor lehet az adott településen német nemzetiségi választást kitűzni, ha a népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai szerint a 25 főt eléri. A kiskörösi német nemzetiségi önkormányzat segít az online kérdőívek kitöltésében. Erre az online kitöltésre én, ha jól tudom, 16-áig van lehetőség. Aki nem tudja, hogy hogyan kell, az bármikor engem megtalál. Fönt vagyok a Facebookon, Messengeren meg tud keresni, akár telefonszámomat, ha bárkitől elkéri. Nagyon szívesen segítünk neki, de azt gondolom nem csak én, szerintem Tit Péter is szívesen segít, aki ugye az előző elnöke volt a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, vagy bárki közülünk. A népszámlálási kérdőívek online megválaszolására október 16-áig van lehetőség. Ez a részvétel legegyszerűbb és legkényelmesebb módja. A következő szakaszban október 17 és november 20-a között a számlálóbiztosok segítségével lehet felelni a kérdésekre, míg november 21 és 28-a között már csak a település jegyzőjénél tehetünk eleget válaszadási kötelezettségünknek. Ez lesz az utolsó hagyományos népszámlálás Magyarországon, 10 év múlva már a különböző elektronikus nyilvántartásokban szereplő adatokból nyerik ki a válaszokat. A kiskörösi óvodák Kőrisfa utcai tagovodájában adta elő első színdarabját a Futrinka Társulat. A szeptemberben alakult társulat a Kacor király című népmese feldolgozását adta elő a gyerekeknek október 5-én. Nagyon szeretem a vadászatot. Azt akarom, hogy az éléskamrán még jobban megteljen, mire itt a tél. A Kacor király című darabot adta elő október 5-én a Kiskörösi óvodák Kőrisfa utcai tagóvodájába járult gyermekeknek a szeptemberben megalakult Futrinka Társulat. A társaság első darabját a népmese és az állatok világnapja alkalmából választotta, melyet egy kicsit átalakítottak. Végén egy kicsit lágyítottunk, mert ott az állatok egy kicsit összeütközésbe kerülnek egymással, és nem szerettük volna a gyerekeknek a hangulatát ezzel felbojdítani, és igazából egy kis környezetvédelmet csempésztünk ebbe a történetbe, és így jött az ötlet, hogy akkor az erdő megóvására helyezzük a hangsúlyt a végén. A társulat tagjai több szempontot is figyelembe vettek a mese kiválasztásakor annak érdekében, hogy minél inkább meg tudják szólítani a gyerekeket. Az volt a lényeg, hogy olyan mesét találjunk, ami állatokról szól, mert ugye ez kicsikhez is, nagyobbakhoz is közel áll, és így mindenkihez tudtunk szólni. És gyakorlatilag a gyerekek minden meséből erőt merítenek. Minden mese élmény nekik, minden mese egy példát mutat, minden mese biztatást ad, hogy a vége jó lehet a történetnek, de igazából itt az volt a lényeg, hogy állatok szerepeljenek benne, mert hogy nagyon közel áll a szívükhöz, meg a miénkhez is. Az előadás nem csak vizuális élményt nyújtott a gyermekeknek, hiszen a történet fontos mondanivalót hordozott. Ebrudált cicáról szól, aki nagyon kotnyeles volt, és mindig rendetlenséget csinált a gazdasszonyánál, aki ezért kiadta az útját, és találkozott a rókával, akivel nem ismerték egymást. És hát úgy alakult a szereposztás, hogy a Kacor király volt, akinek a róka előbb felajánlotta a szolgáltatásait, mivel nem ismerte, és úgy mutatkozott be, hogy ő a Kacor király. És ez vonul végig a történeten, hogy nem ismerik a cicát az erdőben, az erdei állatok, és ezért mindenki szeretné tiszteletét tenni. És a legvégén megtanulja ő is, amit az elején nem, hogy nem szemetelünk, nem dobálunk, nem csinálunk rendetlenséget magunk körül. A Futrinka Társulat folyamatosan azon dolgozik, hogy újabb és újabb produkcióval állhasson ki a fiatalok elé. Kétnapos nemzetközi labdarúgó tornát rendeztek szeptember 30-a és október 1-e között Kiskörösön a Velünk Mozdulj Diáksport Egyesület szervezésében. A sporteseményre Dunavecséről, Kecerről, Kiskörösről, Kiskunhalasról és a szlovákiai Tornájából érkeztek csapatok.
A Velünk Mozdulj Diáksport Egyesület Kőrös Kupa néven kétnapos nemzetközi labdarúgó tornát szervezett Kiskörösön. A szeptember 30-a és október 1-e között megvalósult nagyszabású sporteseményt az Egyesület a Nemzeti Együttműködési Alap nyertes pályázatából valósította meg. A tornára 5 csapat érkezett, Dunavecséről, Kecelről, Kiskunhalasról, Kiskörösről, valamint a szlovákiai Tornaljából. A sportolók szeptember utolsó napján érkeztek a városba. A sportolóknak, ők már tegnap érkeztek, szeptember 30-án, ők délután, az érkezés után, több programot kínáltunk fel, de úgy döntöttek, hogy inkább kimennek a szabadidő parkba focizni, mert terveztünk a Petőfi 200 évhez kapcsolódóan Petőfi túrát, de döntésüket természetesen rugalmasan tiszteletben tartottuk, úgyhogy a diákok fociztak, a felnőtteknek pedig este szakmai megbeszélés volt. Ezen mindenki bemutatkozott, honnan jött, milyen sportágakban tevékenykednek, illetve a végén kitértek, hogy a jelenlegi helyzetben milyen nehézségeik vannak. Több külföldi csapatot is hívtak a szervezők a tornára, azonban csak a tornaljai szakközépiskola csapata tudott eljönni, akik nem először jártak Kiskörösön. Ez már egy nagyon-nagyon régi barátság és egy nagyon régi kapcsolat Kiskörössel, és de mondhatom, hogy Kiskunhalassal is. Ma igaz, hogy az utolsó foci torna 2018-ban vettünk részt, sajnos a Covid miatt azóta nem került megrendezésre a torna, de azok előtt rendszeresen jártunk ide, és rendszeres, és egy nagyon jó barátság és egy nagyon jó kapcsolatteremtésnek tartjuk ezt a tornát. A mérkőzéseket a városi sportcsarnokban játszották a csapatok, ahol Filus Tibor, a Kulturális Turisztikai és Sportbizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. Az első helyen idén a tornaljai szakközépiskola csapata végzett, második a Dunamenti Egymigárdája lett Dunavecséről, a dobogó harmadik fokára pedig a kiskörösi Egymi labdarúgói állhattak. Most pedig nézzük a mai nap híreit még egyszer röviden. A Petőfi 200 emlékév alkalmából két új mesét készített a Kecskeméti Rajzfilm stúdió. Magyar és kínai nyelven hallhatjuk majd Petőfi leghíresebb költeményeit a versautomata által. Vállaljuk nemzetiségi hovatartozásunkat! Erre kéri a Német Nemzetiségi Önkormányzat a kiskörösieket. Első színdarabját adta elő október 5-én a szeptemberben megalakult Futrinka társulat. Kőrös Kupa nemzetközi labdarúgó bajnokságot rendeztek. Kedves nézőink, minden munkatársam nevében megköszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Legközelebb új összeállítással holnap 19 órakor várjuk Önöket. Aki lemaradt a mai műsorról, az megnézheti az ismétlést ma 21 órakor és holnap reggel 6 órakor. Híreinket továbbá visszanézhetik a www.kiskoros.tv.hu oldalon vagy a közösségi médiában. A híradót követően Naprakész című műsorunk következik. Ezt követően Heti Ars című műsorunkban Kincses Mihályné, Kiskörösváros Német Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke lesz a vendégünk. Maradjanak velünk továbbra is, és nézzenek minket holnap is. Viszontlátásra!